Mai videóban egy kicsit könnyebb vízre evezünk, ugyanis megnézzük, hogy hogyan lehet a különböző extrém értékeket kiszűrni, és ne adj Isten amellett kereskedni. Úgyhogy következzék a Value at Risk csodálatos világa. Na hát, első lépésként legyen meg a szokásos adatbetöltés, data egyenlő, XLS, read, ez ugye vár egy ilyen kellemes cseh korona, forint és cseh kamatlábakat tartalmazó valami, aminek az input kaposon a W mint alapját töltjük be. Értelemszerűen a diflogolást végrehajtjuk a data egyes oszlopán. Nézzük, hogy tényleg az egyes oszlop nagy, az legyen a dátumot is beolvasta, de nem ragadtatta magát ilyenre, úgyhogy most elmondhatjuk, hogy van nekünk egy retünk. Tehát ez ugye bár egy ilyen sima logaritmikus változás az idősornak. Hát amit látunk, hogy bizony vannak ilyen píkek, ilyen kiugró értékek, amikor igen, csak durván ingadozott a forint a koronával szemben, aztán meg vannak olyan időszakok, amikor ez teljesen nyugodt. Na hát ezzel mit lehet kezdeni? Értelemszerűen, amire gondolhatunk, tehát ez most ugye már itt az nulladik adatbetöltő rész volt. Hogy hát, itt azért ható van, és meg tudjuk tanulmányozni, tehát mondhatjuk azt is, hogy hát normálisan változik ez az árfolyam. Látjuk, hogy alapvetően a várható érték, tehát ami itt van 0-0-ban, akkor igen, aztán amikor távolodunk a várható értéktől, akkor meg már nagyon nem fog így sertepert élni. Persze jöhet a kérdés, hogy egyébként eloszlás ügyeleg erre mi húzható rá, hát van ez a histfit nevű parancs. Ez, hogy hány kategóriát akarunk definiálni, vagy ilyen dobozt. Mert ugye alapvetően csak annyit mondanék, hogy hiszt. Rajzoljon egy hisztogramot, tehát az elég kis béna lenne. Tehát, hogy egy ilyen valamit fölrajzol, és hát persze itt is látszik, hogy jó, hát itt azért a vastag farkak azok itt laknak. Ez mondjuk egy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5-10 elemű vödör. Hát, nézzük meg 20-ra. A oszlások közül pedig azért van akad szép számmal. Van beta oszlás. Hát ezt a bird type 12-t ezt nem is ismerem.
Hát, vagy a parétót. Hát, összenézzük meg a kevet. Nem, összenézzük meg a normális, mert úgy illik. Ez a kukuplótnál már láttuk, hogy nagyon nem szerencsés, de itt látszik, hogy hát itt bizony a várható érték környékén ne lógunk a normális eloszlásról. Itt meg gyorsan lecseng, és hát utána még azért bőségesen vannak elmozdulásai a forintnak, leginkább amikor gyengülésről van szó, de amikor erősödik, akkor is. Ugye ez nem biztos, hogy onnan normális lesz a legjobb jelző erre a eloszlásra. Nézzük meg a parétót. Jaj, igen. Parétónál mindig kell egy threshold paraméter, hát most abban nem akarunk vele menni. Na hát a geb esetében, bár ez itt most annyira nem feltétlenül látszik, de hát de itt azért igen. Itt a lecsengés a faroknak már kicsit szebb. Hát ugye lehet ezt szépen ábrázolni, visszahozzuk a normálisat. Ezt a normálisat kimentjük. Úgy is van már egy szindiánk, úgyhogy de ez itt pont elfér. És akkor megnézzük, hogy különbözik-e az általánosított extrém érték eloszlás, vagy szegény MATLAB ezt ugyanúgy paraméterezte. Ahol ezek különbözhetnek, az igazából pont az eloszlás széle. Tehát, hogy a várható érték körül, hát itt is látszik, hogy kicsit úgy el van csúszva, meg kicsit úgy lejjebb van. Viszont itt, amire ő már azt mondja, hogy gyakorlatilag itt véget ér a normális eloszlás, itt ez még tovább megy egyel. Szerintem persze ő is lecseng, tehát ezek még mindig kívül vannak. De hogy ebbe az irányba nyújtózkodás, ez már belefér ezzel a fajta eloszlásra. Azt nézem, hogy a student még nem szereti. Regulálok problémák lesznek, de azt mindjárt bekezeljük nála. Ha ugyanis Weibullt szeretnénk futtatni, akkor igen, tehát hogy csak magasabb értékek lehetnek nullánál, vagy hát csak pozitív. Hát. És
mondhatnánk azt, hogy vegyük abszolút értékét, és majd jó lesz, hát megmutatom, mi lesz, abból semmi nem lesz. Igen, majd továbbra is nullák az ugatna vannak például. Úgyhogy ilyenkor még azt, hogy red p. Red p egyenlő. Sort rows. Red nagyobb nulla. Ez nem is kell a sort rows. Hát lehetne ezt ifekkel is, de ez így picit gyorsabb. Tehát most ez... Ebben a formátumban csak a pozitív változások vannak benne. Lássuk a derékvájból. Jaj, de szép. Igazából nem tudom, hogy miért van mindig nála ez a felugrás, de mindegy, ez itt most gyönyörűen látjuk, hogy oj, lecseng, és utána top, a véget ér, és még mindig nem felé le az egészet. Egyébként a Weibull az amúgy tart időben végtelenség, mert van a fat illness, a vastag farkúság közül, ami lecseng, meg van a heavy illness, ami igazából nem cseng, hanem így a szintetikusan megy világgá. Hát ez gyönyörű. Hát arra lennénk kíváncsiak, hogy egyébként a negatív az ugyan illeszthető, hát akkor ezt igazából felszeleteljük két oldalra, és akkor lesz egy ret n. És semmi nulla. És akkor ezt még abszolút értékbe tesszük, hogy jaj. Miért még eltűnne, ez gyorsan. Kopízzuk meg, olyan szép. Igen, tehát ahhoz, hogy ismerősen nézzen ki, ezt most itt megtükrözzük. Még egy picit. Mert mondjuk az 90, úgyhogy még egy kicsit össze is nyomjuk. Nagyon gusztustalanul néz ki. Na, és akkor mondhatjuk itt is, ahogy itt a webbullna nagyon szépen látszik, visszazoomolok, hogy lecseng, lecseng, így végig követi, oly, hát ez fantasztikus. Úgyhogy nem lehet, hogy akartam én ezt megmutatni. Az egyik a pluszos, a másik nem pluszos. Hát igazából az a kár, hogy látjuk, hogy ez túlságosan nem bonyolult megoldás, hogy ezt miért nem lehet így
leszkriptelni, mert tőlem betesz egy plusz kapcsolót, és akkor megoldható ez a nem negativitási probléma. De hát mindegy. Ha egyébként arra lennénk kíváncsiak, hát most már akkor azért ezt mégiscsak feliratkozzuk, hogy ezt lássuk. Egyébként parametrizálás szempontjából ez hogyan néz neki pusztán. Ha mondjuk valaki arra adná a fejét, hogy jó, hát akkor szimuláljunk ilyeneket. Hát olyan szép. Nagy Isten hasonló problémához, problémába keveredne. Most gyorsan puskázok egyet, mert gyorsabb lesz. Fittiszt. Na hát, hogyha az ember arra kíváncsi, hogy egyébként milyen paramétereket dobnak ki, hogyha ezt a hisztfitet az ember megcsinálja. Itt is igazából az a kérdés, hogy jó, de most miért nem dob ki mellé magának útputot, tehát annyival egyszerűbb lenne az élet. Ja, Google Girls. Ja, ez nem kell. Igazából... ennyi kell. Nem is. Csend. Kell, hogy kiírja. És... na, hát... hogy utána vannak ilyen grouping variable-ök, de most nekünk az ott... lehetne igazából még azt is használni valamire, de nem nagyon kell. Szóval, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy normális eloszlás milyen paramétereket ad, akkor ismét ez a tiszt ném az, ami megjelenik itt. És ő van annyira intelligens. Oh, bocsánat. Igen, ő van annyira intelligens. Csak én nem, hogy átírjam a változó nevet. Ő szépen kérje azt, hogy mu és a szigma. Ti a kérdés nagyon jó, mi a mu és mi a szigma. Hát értelemszerűen normális eloszlás, hogyha felírjuk, akkor jellemzően, hát ezt a sűrűségfüggvényt szeretem én igazából felírni, ezt a kumulált eloszlást ezt nem szeretem. És akkor látszik, hogy normális eloszlás igazából miből rekonstruálható? Szórásból, meg a várható értékből. Várható érték a mu, a szórás pedig a szórás, úgyhogy ilyen rendkívül ergonomikus módon ezt így ki is írja. Ha mondjuk a gebet választjuk, akkor látszik, hogy a gebnél már van egy ilyen k paraméter is. Ezt nem csak be. Igen, ilyen alapparaméter ez a... hát ez, ami a MATLAB-nak a K betű, az ez a fugac. És akkor, hát ez egy ilyen nagyon szép...
Valami, ami egyébként összességében a Gumbel Frései és Weibull féle dolgokat egyesíti magában amúgy. Tehát, hogy ő ilyen nem véletlenül általánosított extrém értékeloszlás, mert ugye a két oldalra különböző eloszlásokat illeszt. Na, mondjuk csak egy kis vájbólunk van, és csak a tehát félreélesztjük. Hát akkor pedig látszik, hogy egy ilyen A-t, meg egy B-t fog kidobni. Hát, ha már itt francoltunk, vájbólékkal, akkor látszik, hogy hát ez meg egy ilyen már egész más formájú módon lehet őt felírni. No, viszont ami a szép benne, hogy ő nem cseng le, tehát ő így aszimptotikusan közelíti az X-tengelyt, és hát elméletileg nem fogja megsimogatni. És egyébként, hogyha generálni akarunk egy hasonló idősort vagy eloszlást, akkor utána ez már viszonylag könnyen lehet. Hiszen PDF. Elvileg van ez az általános PDF függvény. Igen. Vagy igazából be kell törni a paramétereket, meg a minden mást is, és akkor utána jól fog viselkedni. Hát itt a name, ez legyen a distribution name. Ez lehet P. Hát az A meg a B az igazából. Szerintem, hogy a PD-ből még nem lehet ezt kihúzni. Csi, nem az. Ó, de hogy nem itt van. PD pont, ezt kell itt másolni. Paraméter values 1-1, a B pedig az 1-2 lesz. Ugye? Megnézzük, létezik-e. Hogyha egy hármat adnánk, akkor jöjjön. Jó, de hát most élünk nincs, úgyhogy ezt elhaltatjuk. Ja,
Jánoszlás mentén épül föl, viszont... Hát ez így nem túl biztosos. Akkor hát pedig ennek elméletileg jó, hogy ezt el is kell nevezgetni. Oh. Ah, hogy ez ilyen igényes. Oké. Okay. Na hát igen, most már ilyen lecsengős formájú dologként néz ki. Ügy. Itt van szépen mindenhol kis adatka. Na, szóval tehát ezekkel ilyet lehet játszani. Viszont mi menjünk tovább, és nézzük meg, hogy ha nem eloszlások mentén akarunk levaglosni, akkor, vagyis hát pontosan, hogyha eloszlás mentén akarunk levaglosni, csak nem így, akkor mégis mit lehet ezzel kezdeni. No. Na hát a value at risk az ugyebár azt jelenteni, hogy van mondjuk 1000 koronányi hitettségünk, és akkor mikor érezzük rosszul magunkat. For így egyenlő 1-től lemegőtöhöz. Azokban az esetekben, amikor az ijedik napon a kis ret az nagyobb, mint a mean ret plusz 1,65 ször. Igen, szórás. Akkor, hát akkor ilyen dolgok történnek. Éppenséggel csak a szórás maradt ki, úgyhogy ezt gyorsan pontoljuk. STD. Kell. Akkor var, bocsánat, 5, hát ez az 5%-os var, vesző 1, egyenlő, déta, vesző 1, hát teszünk oda egy kis jelet is, Elszív.
Kisebb. Mínusz szórás. Akkor mínusz egy lesz. Hát mondjuk azért tegyünk közötti különbséget, tehát ez lesz a pluszos, ez meg a negatív. Hát igazából te még akár lehet ez egy másik különálló változó is. Ez. Ez lesz a normális. Nulla. Igen, bezárjuk enddel. És akkor elmondhatjuk, hogy hát bizony ezeken a napokon, amikor forint extrém módon gyengül, vagy extrém módon erősödik, hát látszik, hogy ez úgy időben sűrűsödik, valamikor alig van ilyen, valamikor nagyon találunk ilyen időszakokat, ezért nem szerint a 2008-as válság környéke. Akkor ilyen dolgok következnek be. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy egyébként, hogyha kipucoljuk, ezeket a hozamokat. Ja, bocsánat, igen, ez. Ez lehet, nem biztos, hogy détának kellett volna, ez inkább legyen. Nem esetletnek tűnt, hogy ezt már nem kell egy ideig. Szóval igazából ez a megpucolt idősor. Megint csak az egyszerűség kedvéért egymás mellé tehetjük az eredeti letet. A megpucolt retet, hát itt látszik, hogy a skála egy picit másmilyen. Inkább méretezzük át így, hogy a hossz az jó legyen. Na, szóval. Tehát, hogyha ezt a rengeteg mindent itt lepucoljuk a magasságos forint koronáról, akkor látszik, hogy igazából ez egy ilyen teljesen kis normális formájú dolog lenne amúgy. Ez az árfolyam, csak hát bizony vannak ilyen mindenféle piaci sokkok, amelyek itt utána ilyen elmozdulásokat még generálnak mellé. Hogy amit fölül lelóg, az is extrém, amit alul lelóg, az is extrém. Hát látszik, hogy fölül, tehát hogy forint azért extrém mértékben gyengül, jobban szeretnénk erősödni. Van neki egy ilyen természete. Igazából ami a kérdés, hogy lehet-e ezt jobban csinálni. Tehát, hogy ez az 5%-os var.
Tehát értelemszerűen lehet. Hát itt jobb, hogyha... Azt mondjuk, hogy... Itt igazából ez most ilyen egy koronára eső dolog, tehát most az, hogy beszorozzuk azzal az 1000 koronával, az már nem egy hatalmas intellektuális kaland, úgyhogy ezt otthon mindenki megteheti magának. Inkább nézzük meg, hogy mi történik, ha 1%-ot engedünk csak meg. Feltéve, hogy normális eloszlású. Tehát most itt igazából, amit mi csinálunk, az nem más, mint hogy azt mondjuk, hogy tegyük fel, hogy normális az eloszlás, és akkor 5%-os valószínűség mellett határozunk meg thresholdokat mindkét oldalán az eloszlásnak, ezek szimmetrikusak, és akkor igazából, miután tudjuk, hogy normális eloszlást a szórással lehet paraméterezni, ezért könnyű dolgunk van, mert egyszerűen csak szorozzuk egy számmal, konkrétan az 1,65-tel a szórást, és akkor utána itt sikere is lehet járni. Az 1%-nál ez a threshold az annyiban módos, hogy ez 2,326 lesz. Tehát több mint két szórásnyira vándorlunk el a várható értéktől, és akkor ez most már 1P, 5, 1, 5. Igazából itt szemre nem nagyon látunk különbséget a var egy jelpucoltak között, úgyhogy inkább megnézzük a var jeleket. Hát ez ugyebár szigorúbb. Tehát sokkal kevesebb mindenre mondja ki azt, hogy ez extrém lenne. Látszik, hogy jóval kevésbé vonalkódszerű, persze itt hogy topzódnak, de mondjuk, ha itt kockázatkezelésről van szó, akkor a vállalkozásunknak sokkal kevesebb szer kell mondjuk opciót vásárolni, ha azt látja, hogy úristen, mi történik a koronapiacán. No de, ez nagyon szép és jó, csak így visszamenőlegesen tudunk elemezni. Tehát mi történik, hogyha folytatólagos vart kell építeni? Számolt. Ez az, hogy ez a 2A. Kettő B viszont természetesen bele lehet kombinálni Garcs modellt, mint mindenben is. Jó, de emelve a toolboxból szedjük ki a tarts függvényt. Fogásos dolgokat ledobáljuk róla. Viszont egyúttal dinamizálunk is, tehát ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy ez kezdődik itt, utána az összes többi követelményt ezt másoljuk is. És éppenséggel tudjuk, hogy ez a szórás, ez ilyen állapot függő dolog lesz. SQRT, mint square root, HT,
és a legutolsó értéke. Yes. Egy. Ugyanis itt azt fogjuk csinálni, hogy red egytől i. Ennek következtében ez nem indulhat egytől, mert az hát egy elembe garcsot illeszteni, az még nekem sem egy. Igen, ez GGR garcs lesz. Ilyen paraméterek mellett. Hanem. Amit megnézünk, az igazából egy olyasmi, hogy hát legyen neki egy ilyen tanulási időszak, mondjuk kezdjük, adjunk neki 100 napot, arra ráteszi az első gas modellt, és utána ő szépen lassan mosom tovább. Tehát minden egyes ilyedik napon, tehát amikor az összesen 100, ó, bőségesen van, 700. 700 napunk van. Hát akkor adjunk neki mondjuk 200-as. Hát nem, elég 100-as. Mert akkor meg kikerül belőle. Igen, azért pont 2008-at nem kéne kihagyni a mintából. Igen, és akkor még ide teszünk egy ilyen lapos vonalgép, hogy összehasonlíthatóak legyenek a mérések. Értem, hogy ez sokkal több mindenre rá fogja mondani, hogy extrém, hiszen egy dinamikus rendszerről lesz szó. Na de hát majd meglátjuk. Illetve még amit szeretnék, hogy kimentjük igen. Húha. Kívánjuk ezeket a feltételes szólásokat egy külső mátrixba. Igen. És akkor utána pedig minden egyes variedik oszlopat fog megtelni. Square root HT értékkel. Na hát lássuk, hogy ez mennyi idő kell, meg egyáltalán hogy lefut-e. Igen, mondjuk őszintén a Márt. Próbálni, hogy jó, ez működik. Ez is működik. Ez az SQRT valami, ez mekkora.
Bocsánat, a HT mekkora? 100. Na, még is lehet azt mondani, hogy így nem férsz bele. Belefér, viszont itt megkivonunk a 99-et. Ah, gyönyörű. Utána ellenőrizzük, hogy ezek is lefutnak-e. Jó, na, akkor ennyi nekifutás után. Elmegyünk inni, és addig megáll a felvétel. Na hát, pontosan egy perccel később véget is ért a számolás. Nézzük meg először is, hogy ezek a gars modellek, ezek. De szép! Ezek elég ugyanazt mutatják, tehát hogy hát mondjuk ez a blokkit nem feltétlenül, de ami látszik, hogy szépen egymásra rajzolódnak, és hogy kb. Lefedik egymást. Itt volt valami illesztési érdekesség, de hogy egyébként konzisztens saját magával. Tehát, hogy halad időben előre, hogy igazából nem nagyon fut bele másba. Viszont így minden egyes múltbeli információba van építve a modellünkbe. És a varok azok úgy fognak, vagy úgy generálódtak le. Hát nézzük meg, hogy van-e hozzáadott értéke ennek a fajta varázslásnak itt. G. Látjuk, hogy van. Főleg, hogyha főleg, hogyha a másik felét ábrázoljuk, és látunk is ebből valamit. Tehát a piros sas és az a sima var, a kékes meg az a garcsos. És ott látszik, hogy átfedés is van a kettő között, meg nincs is átfedés. Lehet, hogy akkor az a járunk legjobb, hogyha őket összeadjuk. Igen, na így látszik a legszebben. Tehát, hogy ahol egy van, ott valamelyik egyet mondott. Ahol viszont kettő van, ott meg konszenzusos kirajzolódás. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy az egyik, hogy csak az egyik, csak a másik, hanem hogy egy ilyen azonos jelzést is adnak, valamikor kicsit elcsúsznak, tehát itt látszik, hogy pont két kis vonal nagyon egy más egyén hátán van. Itt is. De azért úgy egész jól fedik egymást. Na és akkor jön a kérdés, hogy és ezt mire lehet mégis használni? Hát például lehet arra használni, hogy mondjuk opciót vásárolok ebbe a pillanatban, hogyha egy ilyet látok, ez egy ilyen szelektív fedezési stratégiát jelenthet számomra. Hát természetesen, hogyha egy ilyen szelektív fedezési stratégiához akarok nyúlni, abban az esetben az mi ezt a vart azért ki kell takarítani. Tehát egy hármas lépés.
Hát ekkor mit csinálunk? Ugyebár én itt nem akarok. Most itt visszaváltok a kis simára. De itt most nem akarok itt is, meg itt is, meg itt is, meg itt is opciót venni. Tehát mondjuk megveszik az opciót egyszer, és akkor utána örülünk neki egy évig. Mert üldögélünk benne. Úgyhogy kell egy takarított var. Tehát, var G. Nagy S. Olyan még nem volt. Tehát kimentjük így külön, miatt még felülírom, és mindenféle csúnya dolgok történnek vele. Majd pedig utána for. Kiegyenlő 1-től nem töhet. Mi a szeret? Ennek a hosszúsága ugyanúgy továbbra is. Igen, csak még azért nem fut, mert gyorsan ellenőrizzük. Akkor na, bocsánat, erősödés egy gyengülése. Tehát mondjuk mindig ki kell fizetnem a lányvállalatomnak a költségét. Vagy mindig vásárolnom kell a csebeszállítótól is. Csekkoronában fizetek. Érte? Hát akkor amennyiben. Ez a jel, az mondja az ilyedik sorban, hogy ő egyenlő egy. Akkor I plusz 1-től I plusz, hát miután ez heti idősor, ezért akkor I plusz 51-ig, azt mondjuk, hogy ez nulla. Na, igazából ezt nem is kell beállítani, mert nem. Hát végülis ez if, mert hogy valamit kezdenünk kell a negatívokkal is. Na, hogy mínusz egy lenne. Akkor meg csak simán évesző egy ilyen nulla. Bár hogy nem foglalkozunk ezekkel az esetekkel. Na lássuk. El lehet egyáltalán kereskedni. Igen, egy, kettő. Ja, és igen, vastagnak tűnik, igen. Három, négy és öt alkalommal. Tehát, ha én fogok egy opciót, egy jó kis devizás opciót betöltünk ide. Maradva az alap. Hát igazából karcsunk már van, úgyhogy csak a simán a hát kell kimásolni. Ja, hát tudjuk, hogy a 100-tól kezdődik, és utána
Lenz 5-ig tart. Szélás folyam. Hát most lehet azt mondani, hogy legyen megegyező ezzel. Igen. A kis forintunk kamatozik. Ez feltétlenül a második oszlop. A harmadik pedig. Igen. És van nekünk egy olyanunk, hogy garszórás. Garszórás pedig. Igen. Hát, rendben. Mondjuk azt már láttuk úgy is, hogy ezek... Igen, csak egybe vágtak. Jó, de mondjuk ahhoz, hogy igen, legyünk szépek. Tehát, hogy menjünk végig a főátlóján a garszórásnak. És akkor viszont nem érhet minket meglepetés. Egyébként elvileg a squeeze-del lehet ezeket gyűjteni, amúgy. Squeeze. Garszórás. Háromszög. Se. Valami hasonló neve van a függvénye. Nem. Hú. Hú. Ha, igen, mondjuk el egy U-betű. Igen. Igen, pontos veszély, az nem állt. Ja nem. Hát akkor rosszul emlékeztem, hogy nem azt csinálja. Mindegy. Főátlót kigyűjtögettük így. És akkor... Jaj! Index position 2. És az mégis melyik? Egyébként ne futott a European Call. Utána fut ki. Ez érdekes. De kell vele 269-ig el kéne jutni. De valamiért nem teszi meg. Ja de, megteszi. Csak kell vonni belőle azt a számot. Akkor ez végigfutott. Jó. Meg vannak a kis kollok. Sokát utána igazából már csak annyi kell, hogy az ember kigyűjtögeti minden egyes évre. Hát. Csináljunk meg ezt rendesen, már különben nem lesz összehasonlítható. Másik megoldással.
Jó, az jó működik. Jó. De beteszünk egy kis ifet. I. Kisebb mint 100. Akkor vol egyenlő SQRT a HT lapos vonal 1, vesző 1, vesz. Kis volt más értéket fog fölvenni. És akkor utána akkor ez utána jól fog működni. Jó. Nem jó. Csak azért, mert az előtt túltelítettem. Nem, 670-nél valamiért megáll. Pedig most már mindene van. Igen, azért már, hogy... Ez rendkívül izgalmas. Ennek elvileg háromszög mátrixnak kell. Vagy négyzetes mátrixnak kéne lenni. Mi történt vele, hogy ez nem olyan? Itt valami. Valami generálás során volt hiba. Mindegy, ezt most itt átugorjuk, mert tudjuk, hogy úgyis jó közelítéssel arra mozog a másik. Jó, European Core lefutott, akkor utána egyszerűen feldaraboljuk, melyik évben volt. Egyenlő egytől length red. Ezt tudjuk, hogy ennyi hetünk van, akkor azt elosztjuk 52-vel, annyi évünk lesz. Természetesen ez nem egy kerek szám, úgyhogy azt mondjuk, hogy floor. Lefelé kerekítünk, akkor abból lesz. Várhatóan 14 év, de azért megnézzük. 14 év. Szuper! Na akkor. Gyakorlatilag nem kell más csinálni, mint
Teljes fedezés esetén, tehát amikor minden egyes évben megvesszük az opciót. Évesző egy egyenlő. A kis European Call. Ez ugye bármilyen ilyen értékeket vesz föl. Hát minden év elején kivágjuk. Tehát így. Szorozva 52, az az évnek a vége lenne, mínusz 54 az év eleje. Ez így néz ki. Így, hogyha amennyiben, hát most már valamelyik varjelzés, ő, x-szor 52, mínusz 51-től x-szor 52 tartományon belül egyenlő 1. Hát igazán mondhatjuk azt, hogy ez úgyis évente egyszer történik meg. Úgyhogy mondjuk azt, hogy sum. Nagyobb, mint nulla. Na, ez biztos, hogy be fog következni. Akkor szelektív fedezés. Hát, ez mondjuk abban a szempontból túl precíz, hogy bizony nekünk gyorsan ki kell definiálnunk egy ilyen European Call-szel változott. Ez nagyon gyorsan be fog következni, mert hogy azt mondjuk, hogy ez szorozva a var GS-sel. Pontszorzás természetesen, tehát egy nem matrixot akarunk szorozni, bár ez nem jött össze. Ó, oh. De végén túlvágtam. Hát akkor lesz egy ilyen csökkentő tényező benne. Egytől szokásos lengszretig visszavágjuk, és akkor lesz. Jó. Most jön a csúcspont a várjártom szelek, tehát, hogy ezeken az árakon vennénk volt. Na hát kérésünk lesz ebből, nem nagyon célszerű ezeket így egybe papolászni, de most kivételesen működik. Bár vagy hát még nem tudjuk, de legalábbis hiba önzetünk nem volt. Teljes fedezés. Szelektív fedezés. Na, egyelőre nézzük meg, hogy mit vásároltunk, mert az biztos itt vannak értékek. Hát a szelősben ott nincs, úgyhogy azon még dolgozni kell.
Ezt összeadjuk. 0. Már pedig láthatjuk, hogy ha ezeket összeadjuk, akkor nem lesz nulla. 109. Hát akkor az a kettes évben ott kell, hogy legyen. Ja, mondjuk az nem, az pont a hármas év. Teljes. Na igen, ez itt hibás. Vagy mit fog ez nekünk adni? Nagy nullát, igen, mert hogy nem választjuk ki azt, hogy azt a bizonyosat. Ezt is igazából ugyanígy ezt a range paraméterbe kell neki állítani, hogy ezt a tartományt nézze meg, és hát leginkább szummázza össze. Úgyis csak egy darab van benne, mert arról gondoskodtunk alaposan. Igen, most már van benne érték. Na hát akkor lássuk, második nekifutás. Ahogy gyönyörű! Na! És igazából akkor itt látszódik, hogy ha van nekünk egy kitettségünk, akkor hát azt a bizonyos cseh beszállítót ki kell fizetni, amit valahol definiálni kellett volna, csak nem került rá sorodek szerint. Akkor bizony. Ez így a sok év alatt. Ez olyan költségeket fog nekünk jelenteni, amelyek már összehasonlíthatóak. Mégpedig ez volt a teljes fedezés, amikor nyugodtan aludtunk, ez pedig amikor kevésbé nyugodtan aludtunk, viszont kevesebbet is költöttünk opcióra. Hát persze ilyenkor át kéne számolni, hogy ez forintban mit jelentett, tehát még azt meg lehet tenni. Hát azt igazából meg is tehetjük. Mert akkor nézzék rá. Puff, egyenlő. Akkor ez itt a déta. Ez az értéke. Óha. Hát ezt nem, ebben nagyon beleragadnánk. Úgyhogy ez jó, ez így most. Na, úgyhogy ez lenne igazából az opciók és a varrok, illetve a garcsok összekötésének a históriája. És akkor lassan közelít a fél év vége.